néhány nappal ennyien eljöttetek meghallgatni a Magyar Nemzeti Bank 2018. decemberi inflációs jelentésének a legfontosabb üzenetei. Én nem is húznám tovább a szót, hanem hát is adnám a képet és a hangot Balatoni Andrásnak, aki ismerteti a legfontosabb eredményeket, és akkor utána a szokásainak megfelelően folytatnánk majd a kérdésekkel, a hozzászólásokkal a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével itt az advent időszakának a végén. Drága ilyenkor az emberek ideje, úgyhogy különösen értékeljük, hogy ilyen sokan itt vagytok, és kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen az új inflációs jelentésünk. Az látható, hogy a gazdasági növekedésünk az idei évben az dinamikus lesz. Az elmúlt 10 évben nem regisztráltunk ilyen magas gazdasági növekedést, mint amit az idei évben várunk. Emeljük is a prognózisunkat ennek megfelelően, hogy egész 7%-os gazdasági növekedésre számítunk az idejében. Azonban az alappályánkon azzal is kalkulálunk, hogy a gazdasági növekedésnek a rátája az fokozatosan lassul előre tekintve. Ez azt jelenti, hogy 2019-ben 3,5%-os gazdasági növekedésre számítunk, 2020-ban és 2021-ben pedig 3%-os gyűjtődésre. Nagyon fontos, hogy a gazdaságnak a hosszú távú, fenntartható növekedési szempontjából versenyképességnek a javítása nagyon fontos és kritikus tényező lett az elmúlt időszakban, nyilván a gazdaságnak a ciklikus pozíciójával összhangban. A reálbérek azok továbbra is érdemben bővülnek az előrejelzési horizontunkban, ugye a jövő évben 8,5%-os nominálbérbővüléssel számolunk, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a háztartásoknak a fogyasztási kiadása továbbra is támogassa a gazdasági növekedést. Ugye az inflációt az elmúlt időszakban nagyon nagy változékonyság jellemezte, és az látható, hogy ez a változékonyság ez továbbra is bennünk lesz, továbbra is elmarad. És egy ilyen változékony költségkörnyezetben felértékelődnek azok a mutatók, amik az inflációnak a tartós tendenciáját próbálják megragadni. Ezért ugye most a fel is mértük, fel is rajzoltuk a korábbi fancsártyainkra, az előrejelzésnek a lejegyző ábrájára az indirekt adótól szült maginflációt. Mert úgy látjuk, hogy ebben a költségkörnyezetben ez a mutató, ami alapvetően reflektál a gazdaság kereslet és ajánlati viszonyaira. És hát ez a mutató az, amiről az elmúlt időszakban is egy kicsit gyorsabban lőtt, mint amire mi számítottunk, és előre tekintve is arra számítunk, hogy bővülni fog. Alapvetően a fogyasztásnak a dinamikus bővülése miatt, ugye nő a vállalatoknak az árazási mozgástere a dinamikus gazdasági bővülés, dinamikus fogyasztás bővülés miatt, és ez az inflációs alapmutatóknak az emelkedését eredményezi. A folyófizetési mérleg többlete az tartósan fennmarad, miközben a GDP arányos államadóság ráta 2021 végére, ugye az első év, 2021-ben is adunk prognózist, 65% alá csökken jelenlegi vállalkozások szerint. És akkor itt látható a GDP-nek az alakulása az előrejelzésünkben. Jól látható, hogy az idei évben, illetve a jövő évben elsősorban a belső felhasználási tételek támogatják a gazdasági növekedést, ugye a háztartásoknak a fogyasztási kiadása és a bruttó állóeszköz felhalmozás az a két tétel, ami pozitív hozzájárulás mutat a GDP-hez. A nettó export az idei évben láthatóan negatívan járó hozzá a növekedéshez, 2019-ben mondjuk az, hogy semleges, és 2020-ban 21-ben ismételten pozitív hozzájárulást fog mutatni a GDP-hez jelenlegi várakozásunk szerint. Akkor kezdjük mindjárt a fogyasztással, ami egy nagyon-nagyon fontos növekedési tényező volt az elmúlt években, és előre tekintve továbbra is azzal számolunk, hogy jelentős növekedési hozzájárulása lesz. Ugye a legfontosabb alapja a jövedelmeknek, a reál jövedelmeknek a bővülése. Tehát továbbra is az látható, hogy a nettó átlagkeresetnek a bővülése az fennmarad, és a nettó átlagkeresetnek az emelkedése egy nagyon fontos tényező, ami a háztartásoknak a vásárló erejét bővíteni fogja. Ugye itt látható összességében a rendelkezésre álló jövedelemnek az emelkedése, hogy ezek évperi indexek, és szaggatott vonallal mutatjuk a fogyasztásnak az emelkedését. Jól látható, hogy a két változó között nagyon erős az egyik mozgás, és az egyik mozgás ez láthatóan fennmarad. Ugye itt azért van némi lassulás 2018-19-re, ez elsősorban abból fakad,
ezért nagyon megközelítettük az elmúlt időszakban a teljes foglalkoztatást. Tehát a foglalkoztatásnak a bővülése önmagában már nem fog olyan mértékben hozzájárulni a rendelkezésre álló jövedelem emelkedéséhez, mint az elmúlt időszakban, és ez okozza a rendelkezésre álló jövedelemnek a lassulását, továbbra is emelkedik, és nem olyan mértékben, mint az elmúlt időszakban. Ugye a fogyasztás egy picit gyorsabban emelkedik, itt ez a szaggatott vonal, mint a rendelkezésre álló jövedelem. Ebből már következik az, hogy a háztartásoknak a fogyasztási rátája, vagyis az az összeg, hogy ugye a teljes jövedelméből fogyasztásra költ a háztartás, az ennyire emelkedni fog a várakozások szerint az előrejelzési horizonton, ahogy a háztartásoknak a beruházási rátája is, és a pénzügyi megtakarítási ráta az bár csökken, de továbbra is historikusan nagyon magas szinten marad. Tehát az elmúlt évtizedben, hogy megfigyeljük azért ezt a megtakarítási rátát, nem regisztráltunk nagyon ilyen magas értékeket, mint amit az a még a csökkenő trend is a 2021-ben mutat. A bérekről beszéltünk, fontos, hogy olyan alakul a gazdaságnak a termelékenysége. Most a 2009-ben ugye volt egy mély recesszió Magyarországon, 2012-ben is visszaesett a gazdaságnak a teljesítménye, ez reflektálódik a termelékenység indítóban is. Ugye 2013-tól kezdve Magyarországon van egy dinamikusabb bővülés, és ez a bővülés alapvetően egy extenzív, munkára alapozó bővülés, tehát a munka tényező jelentősen hozzájárult ez a gazdasági bővüléshez. Emiatt a gazdaságnak a termelékenysége, ez nem nagyon közel az időszakban, ugye már korábban is jeleztük, hogy ebben lesz egy váltás. 2017-től azért egy 2% fölötti termelékenység bővülést regisztráltunk, és úgy látjuk, hogy előre tekintve is azért az a termelékenység az 2-3% között fog emelkedni. És ez a termelékenység bővülés az alapvetően egy ciklikus jelenség. Tehát ez pontos lenne természetesen, középtávon is nem maradjon, de általában elmondható, hogy a gazdasági ciklusnak ezen fázisában, amiben mi is most vagyunk, a termelékenység az alapvetően bővül, és ez a fajta prociklikus termelékenység bővülés az, amit mint az előrejelzési horizontunkban megjelenítettünk. Ugye pont ebből fakad, hogy ugye van egy reálbér emelkedés, de emellett van egy prociklikus termelékenység bővülés, hogy a reál munkaerő költség az nagyjából egészéből nem változik. Tehát a fajlagos reál munkaerő költség, ugye ebben a mutatóban összemérjük a reálbért a reál termelékenységgel, és az látható, hogy a kettő nagyjából összhangban alakul. Tehát hogyha ez a vonal ugye pozitív lenne, az azt jelenteni, hogy a reálbérek gyorsabban nőnek, mint a reál termelékenység. Hogyha negatív, akkor pedig azt jelenti, hogy a reálbérek nem nőnek annyira, mint a reál termelékenység. Tehát mivel ez a mutató azt mutatja, ez a fajlagos reál munkaerő költség, hogy ebben nem lesz érdemi változás az előrejelzési horizonton, még egyszer a prociklikus termelékenység bővülés és a jelenlegi bérprognózisunk alapján, éppen ezért a bérhányad, amit ugye az elmúlt időszakban sokszor mi citáltunk, írtunk erről elég sok cikket, meg egy ilyen vita is kibontakozott a sajtóban az elmúlt években, tehát a bérhányad nem fog tovább nőni a jelenlegi prognózisunk alapján. Átérve egy picit a beruházásokra. Ugye a BMW gyárnak az építése az egy nagyon fontos tényező volt, amit az elmúlt negyed évben is már megjelenítettünk, és a korábbi prognózisunk is tartalmazta, de a korábbi prognózisunk ugye az csak 2020-ig tartott. Most ugye mivel ez az előrejelzési horizontunk most már elérő ugye a 2021-et, ezért most még egy évnek hatásával számolunk. Ugye korábban bemutattuk azt, hogy a BMW gyár beruházása az 0,5%-kal emeli meg a GDP, ugye a beruházás ideje alatt. Most 2021-ig ugye ez 3,5% fog ebből realizálódni, és ugye 2021-ben 2,5% pontos lesz a GDP növekedési hozzájárulása a BMW gyárnak. Ez egy nagyon fontos emeli történet, ami támogatja a beruházásoknak az emelkedését. De megnézzük, ez az oszlopoknak az összeg az a teljes privát beruházás, amit itt bemutatunk, és ezek a színes oszlopok pedig az egyedi tényezőket mutatják. Tehát a Mercedes, Porsche, BMW, ez a három legnagyobb egyedi beruházás, ami itt látható. És jól látható, hogy ennek a három nagy beruházásnak köszönhetően a vállalati beruházásoknak a növekedése a teljes előrejelzési horizonton fennmarad, és meghaladja az 500%. Tehát összességében ez egy szép dinamikus bővülés a vállalati beruházások terén. Ehhez hozzájárulnak érdemek, különösen 2020-ban, ez az egyedi vállalati nagy beruházások.
A vállalati beruházásokat emellett támogatja az is, hogy a vállalati kapacitás kihasználtság az viszonylag magas szintre emelkedett az elmúlt időszakban. Ugye van egy keresletbűvülés, amire a vállalatok a kapacitások kihasználtságok emelésével reagálnak. Emellett ugye viszonylag alacsonyak a kamatok, tehát az is nyilván azt eredményezi, hogy a tőkének az ára relatíve mérséklődik, ami szintén egy beruházás intenzív gazdasági növekedési pályát eredményez. És a finanszírozási oldalról is az látható, hogy a hitelezés az folyamatosan bővül, ez támogatja a vállalatoknak a beruházási aktivitását. Áttérve egy kicsit az államnak a növekedési hatására, itt két tényezőt szeretnénk bemutatni. Az egyik az Európai Uniós forrásoknak az úgynevezett effektív felhasználása. Az Európai Uniós forrás attól, hogy bejön az országba, azért nem feltétlenül realizálódik a reálgazdaságban, és nem feltétlenül realizálódik azonnal a beruházásban. Éppen ezért különösen nagy volt a különbség 2016-ban, amikor a pénzforgalmi EU pénzlehívás nem esett olyan jelentősen, viszont annak a reálgazdasági lába az nem volt meg, és ezért a reálgazdasági értelemben az effektív Európai Uniós támogatások, azok azért jelentősen kütötték be a gazdaságot. Tehát ugye itt egy 5,5%-os GDP arányos csökkenésről beszélünk 2016-ban. Az elmúlt időszak, illetve előre tekintve 2019 is azt mutatja, hogy alapvetően bővülni fog az effektív Európai Uniós forráslehívás. Ezt támogatja különben a beruházásokat, fiskális és a kvázi fiskális beruházásokat is. Azonban az előrejelzési horizont végén jelentően már csökkenni fog ez az összeg. Jelentően ez már küti a beruházási aktivitást. A másik fontos tényező fiskális keresleti hatás. 2018-ban a költségvetés alapvetően támogatja a gazdasági növekedést, 2019-2021-ben viszont egyfajta anticiklikus fiskális politikát látunk magunk előtt ezen az árnál. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés alapvetően félreteszi rosszabb időbe. Tehát ez úgy gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági ciklikus pozícióban ez mindenképpen egy üdvözlendő tény, hogy csökken a költségvetési deficit, és ezzel a gazdasági növekedésben lehet egy kicsit lassítja a fiskális keresleti hatás, de rosszabb időben lehet, hogy jobban jön az a pénz elkölteni. Összességében itt látható a beruházásokra vonatkozó prognózis. De látható, hogy a magánberuházások, ez a sötét kék oszlop, ennek a növekedési hozzájárulása ez folyamatosan pozitív marad, és az állami beruházások lesznek azok, amik az előrejelzési horizontunk végén, 2020-ban és 2021-ben negatívan fognak hozzájárulni a beruházásoknak a növekedéséhez, és alapvetően ez az, ami ezt a lassulást eredményezi a beruházásokban az alapályában. Áttérve egy picit a külső keresletre, tehát az elmúlt időszakban a nagy nemzetközi szervezetek alapvetően csökkentették a külső keresletre vonatkozó prognózisukat, és emellett ugye ez egy autóipari sztória, amit itt megpróbálom bemutatni ezen az ábrán, az elmúlt években jelentősen csökkent az új autó regisztráció. Tehát hogy alapvetően van egy gazdasági lassulás az exportpiacunkban, az a kérdés, hogy ez mennyire átmeneti és mennyire tekinthető tartósnak. Mi úgy látjuk, hogy az alappályánkon ezt átmenetileg kezeljük. Van egy alternatív pálya, ahol ennek a tartóságát tételezzük fel, de nem számítunk arra, hogy tartósan és jelentősen szűkülne Magyarországon a külső kereslet. Lassul a külső keresletnek a dinamikája, akár az előző évekhez viszonyítunk, akár pedig a szeptemberi inflációs jelentésünkhez is, és emellett az is kedvezőtlen, hogy a külső keresletnek az import intenzitása, a globális gazdaságnak az import intenzitása fog csökkenni. Tehát, hogyha a külső keresletet GDP alapban számoljuk, az lassul, de hogyha a külső keresletet import alapban számoljuk, az sajnosan lassul. Ennek ellenére mi nem számítunk a hazai exportban jelentős lassulásra, sőt, még egy picit gyorsulhat is az exportnak a dinamikája, látható a külső keresletnek a lassulása, amit az előbb megpróbáltam alátámasztani. És hogy miért nem számítunk? Hát pont azért nem számítunk, mert itt van ez a jelentős beruházási volumen, amit alapvetően külföldi vállalatok exportkapacitásokat hoznak létre, és emiatt az úgynevezett exportpiaci részesedésünk fog emelkedni. Ez azt jelenti, hogyha, csak egy egyszerű számpéldával élve, hogyha korábban egy német autószám eladott 100 autót, és akkor 10% volt magyar, ugye akkor az azt jelenti, hogy 10-et exportáltunk meg az autószalonnal,
lehet, hogy csak 90-et fog eladni, de a 20% az magyar a termelés regionális átrendezés révén, és ebben az esetben ugye 18 lesz az értékesített magyar autószáma, ugyanabban a német autószámban. Tehát azáltal, hogy az exportpiaci részesedésünk jelentős, zöldmezős, külföldi működőtőkő beruházások miatt emelkedik, ezért nem fog hasonlni a magyar export, sőt mégis tudatosan is számítunk. Részletesen foglalkozunk ebben az inflációs jelentésben az importtal is, és megpróbáljuk megoldani, hogy mik azok a tényezők, amik az import emelkedése irányába hatnak. És itt látható, ugye megint a pontok reprezentálják a prognózisunkat az importra, és jól látható, hogy az import bővülésnek a nagy része az exporthoz kötődik. Ugye importáljuk az alapanyagokat, összeszereljük ezeket az alapanyagokat, és utána is exportáljuk. Fontosabb része, úgy gondolom, ennek az ábrának ez a része, ami azt mutatja meg, hogy az importnak nagy része inkább a beruházásokhoz kötődik, semmint a fogyasztáshoz jelenlegi beszélésünk szerint. Ez azt jelenti, hogy ahogy rövid távon, mivel jelentős beruházási volumennel számolunk, ennek van egy import vonzata. De ez az import az azt eredményezi, hogy újabb export kapacitások jönnek létre Magyarországon, és amikor ezek az exportpiaci kapacitások létrejönnek, és elindulnak, és elkezdenek termelni, onnantól kezdve ezek a kapacitások inkább pozitívan járulnak hozzá ismételten a nettó exporthoz, és emiatt lesz a folyófizetési mérlegben is egy ismételt emelkedés 2020-tól kezdve. Itt látható a prognózisunk a folyófizetési mérlegre, illetve a külső finanszírozási képességre vonatkozóan. 0,7%-os lesz GDP arányosan ez az érték 2019-ben, itt éri el a minimumát, és onnantól kezdve az előbb elmondott okok miatt nagy beruházásoknak a termelési hatása folyamatosan emelkedésre számítunk a folyófizetési mérlegben, de 2021-re ismételten megközelíteni a 2%-os GDP arányosan folyófizetési mérlegek a többletet. Ugye mivel a folyófizetési mérleg többletet tartósan fennmarad, ezért, és ez egy nagyon fontos strukturális váltás, úgy gondolom, a magyar gazdaságban, a nettó külső adósság az 2020-ban el fog tűnni. Látható a prognózisunk erre vonatkozóan, sőt ugye a külföld fog nekünk tartozni, és ez egy teljesen új strukturális helyzetet fog eredményezni, úgy gondoljuk a magyar gazdaságban. Átérve egy picit az inflációra.